Van, ami kölcsönösen folytatódik, és van, amit az egyik fél felrúg, annélkül, hogy érdekelné, mit érez majd a másik, ha látja. Vagy meg tényleg a kis hajam. Nem tudom, mi történik. Ez itt mi? Á, láttam, amit láttam. Törődjetek vele. Á, mondom, hagyjátok már abba. Á, mondom, hagyjátok már. Ez az én bulim, gyerekek. Még várom már véget, vessék a ennek a kapcsolatnak. Igen. Nagyon. Itt jöttem rá, hogy mennyire szétmérgezem. Megviszi a rossz a személyiség amúgy? Ja. Hiányzik, Andi. Igen? Flatből tudnék amúgy tényleg szeretni ebben a nőben amúgy. Tényleg? Tesó, én tőled nem sajnálom, hogy sikerül most. De már el is indult valami? Ti bennem? Aha. Lehet. Lapjáraton már nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy most őt utálom-e, vagy szeretem-e, vagy gyűlölöm-e, mert ugye a gyűlöletet a szeretet egy hajszál választja el, és ez tényleg így van valóban. És sokszor ránéztem a fejére, meg a szemére így a videókon, és csak azt éreztem, hogy már lehet nem szeretem, mert annyi rosszat tett. És most ezzel feltette az íre a pontot. Nem lesz semmi, ne aggódj. 100%-ot csak azért mondja neki, hogy érted, hogy meg akarja nyerni a játékot. Nem akarja, hogy ezt most ez a köcsönget, nem lássam. Nem fognak semmit csinálni az egyben, nem fog. Nem tudom, hogy csinálni. De meg papa nem érdekel, nem az a bajom. Biztos, hogy nem őszinte érzelmek ezek, 100%. Hova lesz, mert tovább, hogy ezt jól.